Kedves nézőink, ez évi utolsó ülését tartott a Városunk képviselőtestülete. A következőkben erről számolunk be önöknek. Milyen témákról tárgyaltak a képviselők az év utolsó testületi ülésén? A mai testületi ülésen a költségvetés módosításáról, aztán a temető rendeletnek a megváltoztatásáról volt szó, valamint az Ajka Főnix szolgáltató és tanácsadó Kft. Létrehozásáról. Azt gondolom, ez az utóbbi volt az egyik legfajsősabb döntés, amit hozott az önkormányzat. Ezen kívül még különböző felügyelőbizottságokba megüresedett helyekre delegált embereket az önkormányzat, és üres bizottsági helyet töltött be. Mit kell tudni a Phoenix Park Kft.-ről? Hát a Phoenix Park Kft.-ről azt kell tudni, hogy bizonyára köztudott a város lakosság előtt is, hogy az Ipari Park Kft. Felszámolás alatt áll, és hát a felszámoló eddig nem tudott vevőt találni a meglévő telkekre, a meglévő vagyonra. Most az önkormányzat a PK követeléskezelő ZRT-vel közösen létrehozott egy Kft.-t, amelyikben az önkormányzat 20% tulajdonrésze van, és amint egy 950 ezer négyzetméter földterületet szeretné ez a Kft. Megszerezni. Egy 800 millió forintos áron árulja a felszámoló. Amennyiben ez az üzlet létrejön, akkor a városnak újra beleszólás, tulajdonrésze és beleszólása lesz az Ipari Park területének az alakításába, a telkek eladásába, és olyan a konstrukció, hogy az önkormányzatnak nem szükséges semmiféle hitelfelvétel, vagy hát a kisebb összegen túlmenően különösebb forrás biztosítani ennek a Kft.-nek a létrehozására. Egyedül az infrastruktúra, az ott meglévő infrastruktúranak a rendbehozatalához kell hozzájárulnia. Tehát visszatérve, amennyiben sikerül ezt a Kft.-t, ezt a Phoenix Kft.-t létrehozni, úgy reményeink szerint újra vonzóvá tudjuk tenni az ipari parkot. Ezt célozta a telekadó rendeletünk is, amelyiket megváltoztattuk, és erre a területre 5 forintra, négyzetméterenkénti 5 forintra mérsékeltük a telekadót, amennyiben létrejön ez a Kft., és azt reméljük, hogy ezáltal folytatódik, és egy új lendületet kap az ipari parknak a benépesülése, és reményeink szerint ebből egy 5-10 év múlva a város, az önkormányzat jelentős anyagi hasznot is fog húzni, azon kívül, ami hasznot az a tény jelent önmagába, hogy ide vállalkozások települnek. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése miben módosult? A költségvetési módosításunk ugyanúgy, mint legutóbb technikai jellegű volt, a különböző állami leosztások, befizetések változását kellett rögzíteni. Mostanra a költségvetési főösszegünk 5 milliárd 770 millió forint lett. Bizottsági tagok kilétéről is döntöttek a mai ülésen. Így van, pont a mi bizottságunkban, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságban történt sajnálatos módon Böhm Mihály halálával üresedés, és ezt a helyet töltötte most be a képviselőtestület a döntésével, Rácz Gyula
urat választottuk meg, és azt gondolom, hogy ez az utolsó alkalom, hogy ebben az évben, hogy testületülést tartunk, és módonban áll az Ajka TV-nek nyilatkozni, engedjék meg, hogy mindenkinek és Ajka összes lakójának, az AVTV szerkesztőségének, stábjának, és mindenkinek békés karácsonyt és boldog új évet kívánjak. Új rendeletet alkotott az önkormányzat a temetkezésről. Miről szól ez a rendelet? Tulajdonképpen az alaprendelet az nem változott. Egy olyan fejezetet kellett beépíteni ebbe a rendeletbe, amelyik az utóbbi időkben elég sok érzelmet kavart, ez a szociális temetésnek az ügye. Ugye ez a temetési típus, ez keveredik olykor a vidéken megszokott, nem azt mondom, hogy család, hanem egyházi temetéssel. A fogalom keveredik a köztemetéssel. Ez egy olyan speciális temetés, ahol a hozzátartozóknak közvetlenül részt kell venni a temetésben. Ez kezdődhet azzal, hogy a sírásásban részt kell venni, a elhunyt szállításában részt kell venni, hát nyilván előtte egy olyan állapotba hozni, ahol szállítható állapotba kerülhet, és ugye akkor a elhantolásában én azt hiszem, hogy ez egy embertelen törvény, és erre kötelezte az önkormányzatokat, hogy ezt alkossák meg rendelet formájában, és jelöljék ki azt a területet, ahol a szociális temetés történhet. Gondolom én, hogy a képviselőtársaim többsége se ért ezzel egyet, tehát magával ennek a rendeletnek a szellemiségével, de sajnos törvény kötelezi az önkormányzatokat. Milyen szociális témájú intézkedéseket tettek még a mai ülésen? Két nagy szociális rendeletet alkotott az önkormányzat. Az egyik a személyes gondoskodásról szól, a másik pedig a szociális igazgatásról. Mind a kettőről egy-két gondolatot. Ugye a személyes gondoskodás az elsősorban a szociálpolitikai kerekasztalnak a, hát nem azt mondom, hogy megszületéséről szó, hiszen ez már régóta működött, ezt megerősítette. Ez foglalkozik elsősorban az idősekkel, a fogyatékosokkal és a rászorultókkal. A idősebbek általában 65 év felettiek, akiknek az étkeztetését, az egészségügyi felügyeletét, és sorolhatnám a gondokat, amelyekkel ők terhelve vannak, ennek a megoldását célozza elő a hivatalnak, illetve a különböző szerveinek. A szociális igazgatásról pedig általában a segélyek ügyét tűztük napirendre, és ezen kívül a segélyeken kívül a közgyógyellátás, és itt a köztemetés is szerepel, mint egyik temetkezési forma. És tulajdonképpen ennek a rendeletnek a végén alkotta meg az önkormányzat a szociális szolgáltatásoknak a tarifáját. Hogyan vélekednek a köztemetésről szóló rendeletben foglaltakról? Hát én azt gondolom, hogy egy törvénymódosítás miatt kellett az önkormányzatnak a rendeletmódosítást megtenni. Mindenképpen jónak találom mindenféle ellenvetés ellenére. Azt hiszem, hogy az embereknek joguk van egy alternatív megoldásra. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy aki nem tud finanszírozni 3-4-500 ezer forintos temetést, az is méltó körülmények között vehessen búcsút a halottaitól. Sok mindent megszavaztak a mai testületi ülésen, például a Phoenix Park Kft. Megalapítását is. Ezt miért tartják jónak? Lehetőséget kell biztosítani Ajka város önkormányzatának arra, hogy a munkahelyteremtés vonatkozásában minél aktívabban kivehesse részét. Gyakorlatilag a kormányprogrammal párhuzamos ez a mi általunk meghozott támogató szavazat is, hiszen a kormány az elkövetkezendő időszakban jelentős pályázati pénzeket biztosít, illetve az önkormányzatoknál a
hitelkonszolidációt gyakorlatilag azért hajtotta végre egyrészt a kormány, hogy az önkormányzatokról a terheket levéve inspirálja és segítse az önkormányzatokat a munkahelyteremtés vonatkozásában. Ugye tudjuk, hogy ezt követően, ha a hitelfelvételt kíván az önkormányzat indítani, akkor ezt megfelelő engedélyek beszerzése nélkül nem teheti, illetve mindenképpen gazdaságfejlesztő programokkal kell, hogy előálljon. Azt gondolom, hogy része kell, hogy legyen ennek a programnak az, hogy az ipari park ezen terület részére is ráhatása legyen az önkormányzatnak, még ha ebben az esetben csak 20% erejéig is, de mégiscsak ki kell, hogy vegye a részét, és aktívan részt kell, hogy vállaljon ebben. Miért tartózkodtak a költségvetés módosítás megszavazásától? Hát a költségvetés módosítása az ugye alapvetően a költségvetést érintő témában mi nagyrészt tartózkodással szavazunk. Ha önmagában a költségvetés elfogadását nem támogatjuk, akkor azt hiszem, hogy onnantól kezdve az összes módosítás az egy ilyen tartózkodó, tehát nem egy egységes arculatot mutató költségvetés esetében a tartózkodás az, ami korrekt és szükségszerű. Hozzáteszem mindehhez, hogy a költségvetést, ugye amennyiben a polgármester úr kiterjesztené a frakciókkal történő részletes egyeztetésre, akkor esetlegesen támogathatóvá is válhatna. De hát az elmúlt 8-10-12 évben sajnos nem ezt tapasztaltuk, innentől kezdve nem is értjük, hogy miért kellene támogatnunk. Egy új ponttal bővült a napirend, magántulajdonú ingatlanok megvásárlása közösségi céllal. Ez az ön területét érinti. Igen, gyakorlatilag a területemen lévő úgynevezett 100 lépcsős vendéglátóipari egység ingatlana kerül megvásárlásra az önkormányzat részéről. Hát ezt nagyon nagy örömmel konstatáltam. Az elmúlt időszakban, illetve nem is az elmúlt időszakban, talán mióta az a kocsma ott működik, abban a szorosan körbeépített kertvárosi övezetben mindig problémák voltak. Az elmúlt időszakban viszont ezek a problémák folyamatosan bővültek. Én a jegyző úr felé ezeket a problémákat jeleztem, de sajnos a jelenlegi jogszabályok miatt a jegyző úr nem tudta bezáratni ezt a kocsmát, nem tudták megállítani ennek a kocsmának a működését. Míg aztán eljutottunk idáig, hogy egy kicsit úgy szinkronba került a működtető, üzemeltető, az ingatlan tulajdonosa és az önkormányzat elképzelése, és eljutottak oda, hogy bezárják ezt a kocsmát, nem működtetik tovább, a tulajdonos pedig hát affinitást mutatott arra vonatkozóan, hogy esetlegesen értékesíti az önkormányzatnak ezt a területet. Örülök neki, hogy a polgármester úr így döntött, bár nem alacsony a vételár, ezt azért zárójelben megjegyzem. Mondhatnám azt is, hogy én egy kicsit magasnak találom. Aztán ezt követően erre az épületre nagyon-nagyon sok pénzt kell rákölteni, de bízom benne, hogy ez hamarosan megvalósul. A 2014-es költségvetés részét fogja képezni ennek a fedezete, hiszen ott egy közösségi házat szeretnénk kialakítani az ott élő emberek igényei szerint. Össze kell ott szedni a gondolatokat, össze kell borolálni, hogy kinek milyen elképzelése van, és ez egy olyan közösségi pontja lehet annak a körzetnek, ahol azért az emberek találkozhatnak, véleményt cserélhetnek, esténként esetleg kulturált körülmények között eltölthetnek egy kis időt, úgyhogy örülök, hogy idáig eljutottunk, és ezt maximálisan támogatjuk. Végszóként hadd mondjak annyit, hogy a mai képviselőtestületi ülés volt a 2013-as évben nagy valószínűséggel az utolsó, ezért nem lenne lehetőségünk a lakosságnak kellemes és boldog karácsonyi ünnepeket kívánni. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megtegyem ezt Ajka város polgárai felé. Kívánok mindenkinek egy áldott, nyugodt, békés karácsonyt és egy eredményekben gazdag új évet. Kívánom, hogy a 2014-es év a választások éveiben és a választások ellenére is egy nyugodt, békés és egy normális politizálás mentén történjen meg. A személyeskedések és a szélsőségektől mentesen. Ezt kívánom úgy a pártoknak, politikai képviselőknek, önkormányzati képviselőknek, mint Ajka város teljes lakosságának. Miért nem támogatták a napirendi pontok elfogadását?
Hát többek között azért, mert elég kardinális napirendi pontok szerepeltek, és úgy gondoltuk, hogy az az egy nap, ami lehetőséget biztosított a polgármester úr, hogy az anyagnak a felvétele között és a képviselőtestületi időpont között állt, tehát nem tartottuk elégségesnek, hogy fel tudjunk készülni kellőképpen. A másik pedig az, hogy mivel személyi kérdésekről is döntést hozott a képviselőtestület, és ebbe szokás szerint nem vont bele bennünket polgármester úr, úgy gondoltuk, hogy ennek tekintetében nem támogatjuk a napirendi pontokat. Többek között ugye az új Atlantis Park és a Phoenix Park megalapításával kapcsolatos napirendi pontra gondoltuk azt, hogy nem elég arra, hogy egy napban felkészüljünk. Ez egy nagyon kardinális kérdés, ugye Ajkaváros életében egy meghatározó napirendi pont ez a munkahelyteremtéssel kapcsolatosan. Ez egy 1 milliárdos projektnek indul jelen pillanatban, ami körülbelül egy ilyen 10 évre meghatározza Ajkaváros fejlődését a munkahelyteremtéssel kapcsolatosan. Itt szembesültünk jó pár dologgal, a kérdéseink kapcsán kértünk egy 5 perces szünetet polgármester úrtól, és gyakorlatilag ugye, mint említettem, mivel hogy nem volt megfelelő információnk sem, az 5 perces szünetben a lényeges kérdéseket áttárgyaltuk, és így támogattuk ezt a projektet. Azt gondoljuk, hogy ha ezen az úton végig tudunk járni, akkor a közeljövőben a 8-as új fejlesztésével kapcsolatosan talán több száz, és nem túlzok, én úgy gondolom, hogy esetleg a 10 év alatt egy ilyen 5-600 főt foglalkoztató cégeknek a betelepülése várható ebbe a közel 100 hektáros területre. A másik dolog, amit a napirendi pontok között már említettem, a különböző felügyelőbizottságok és bizottsági tagoknak az adaptálásával nem értettünk egyet. Minden személyi kérdésben úgy gondoljuk, hogy a frakciónknak a megfelelő létszámához adódóan szükség lenne ahhoz, hogy polgármester úr egyeztessen velünk. Azért azt látni kell Ajka városának, hogy nem történik semmi más, mint hogy polgármester úr a baloldalnak a szimpatizánsait és a támogatóit ülteti bele a különböző fegyelőzőbizottsági tagoknak a székébe, még annak árán is, hogy a 2010-es választásokat követően megegyezett bizottsági helyeket gyakorlatilag elvette a jobb oldaltól, és mi képviselők csak mint bizottsági tagként veszünk részt bizottságokban, és látható a mai testületülésen is, hogy folyamatosan a felügyelőbizottságokban a baloldali képviselőket adaptálják, és a baloldalhoz közel álló személyeket ültetik bele, nem kis pénzért, azért ezt tudni kell Ajkaváros polgárainak, hogy egy ilyen bizottsági tag és egy felügyelőbizottsági tagságért közel 100 000 forint juttatás jár. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor, amikor folyamatosan jelezzük, hogy az önkormányzat működésének a fenntarthatóságát meg kell tartani, látható, hogy a polgári kormány mindent megtesz azért, hogy a városoknak az adósságát anulálja, és egy jobb úton, egy jobb gazdálkodási úton elindítsák a várost, akkor minden forint számít, és én úgy gondolom, ez is fontos, hogyha már egyszer valaki úgy gondolja, akár egy bizottsági tagként is, hogy képes tenni és akar tenni a városért, akkor lehet, hogy el kell neki azon gondolkodni, hogy ha őnek ilyen elképzelései vannak, akkor nem tart igényt erre a bizottsági juttatásért. Én úgy gondolom, hogy az a tisztelendő és a becsülendő, hogyha minél több ilyen tagot tudnánk beültetni a külső bizottsági helyekbe, nem pedig valamiféle jutalomként, jutatásként kínálná fel ezt a polgármester úr a baloldal szimpatizánsainak. És végül engedjék meg Ajkaváros polgárainak, hadd kívánjak egy áldott karácsonyt és boldog új évet, mivel valószínűleg ez volt az utolsó testületülésünk, és ugye advent közepén járunk már. Én úgy gondolom, hogy most az adventben a felkészülést kell, hogy tükrözze már a város képe is, és a képviselők is. Én úgy gondolom, hogy a polgárokkal beszélgetve az utcán mindenképpen azt a hangsúlyt kell mindenkinek átadni, hogy tényleg próbálja mindenki a családja körében megfelelő békességben és szeretetben tölteni a közelgő ünnepeket. Kedves nézőink, ezzel ma esti adásunk végére értünk. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, a viszontlátásra!